Az elmúlt 17 fordulóban akadtak meglepetések az NB1B keleti csoportjában, volt jó néhány olyan találkozó, amelyen borult a papírforma. A Nyíregyháza Blue Sharks az elmúlt hetekben nagyszerű formában játszik, így bár idegenben lépnek pályára szombaton, esélyesebbeknek számítanak ellenfelüknél a Kék Cápák. A Salgótarján ugyanis 5 győzelemmel az utolsó előtti 11. helyen áll a tabellán, míg Nagy Krisztiánik 11 sikerrel a 4. helyen várják a találkozót. Nekünk hozni kell ezt a mérkőzést. Nem egyszerű egyébként, ugye soha nincsen jó szituáció, mindig elégedetlenek vagyunk. Nagyon örülünk az elmúlt időszak sikereinek, illetve győztes mérkőzéseinek, de egy kicsit meg kell próbálni a csapatot a földön tartani, és elmegyünk Salgótarjánba, egy olyan közönség fog várni minket, aki előtt, milyen előtt ritkán szokott játszani a csapatunk. A körülmények nem rosszak, ha a pályára gondolok, minden rendben van ezzel, csak sajnos egy nyomás az majd nehezedni fog a csapatra, és ezt nekünk föl kell dolgozni, el kell bírni, és ezzel együtt is valóban meg kell nyernünk ezt a találkozót. A nyíregyházi csapatban egyre több szerephez jutnak a fiatalok, akik meg is hálálják a bizalmat. Jó az természetesen, hogyha a fiataljaink egyre több játék lehetőséget kapnak, és egyre rutinosabbak lesznek. Mindenképpen az a célunk egyébként, ahogyan ezt már mondtam a bajnokság elején, vagy a szezon kezdetén is, hogy találjunk néhány olyan játékost, akiből lehet alkotni egy olyan magot, amire építhetjük majd a következő évek kosárlabdázását. Természetesen szeretnénk elmozdulni a B csoportból és visszakerülni az A csoportba. Ehhez kellenek azok a motivált, tetrekész fiatalok, akikből kialakulhat ez a központ, ez a mag, és bízom abban, hogy a fiatalok is érzik ezt, és ha pályára kerülnek, akkor megpróbálják bizonyítani azt, hogy nekik helyük van ebben a csapatban. De hozzáteszem, ez a minimum elvárás, hogy ha valaki pályára kerül, annak föl is kell szednie a parkettát. A forduló további párosítása a következő: Budapesti Honvéd Hódmezővásárhely, Óbudai Kaszások Miskolc, Békés Eger, MAFSZ 2 Nagykőrös és Debrecen Tiszaújváros.